sportosat. Híradónk vendége Tasnádi Péter, Gála tulajdonos. Üdvözöllek! Üdvözlöm, októberben, méghozzá 12-én egy újabb gálát fogsz rendezni, egy újabb spártai gladiátor elnevezésű gálát, de még mielőtt kitérnénk erre a gálára, mert ez már megint más lesz, mint az előző, jegyezzük meg, hogy már több mint 30 küzdősport gálát rendeztél. Mikor volt az első? Hát az első az 1982-ben, ez a Honvéd kupával kezdődött, ezek ökölvívó nemzetközi kupák voltak. Ezeken a kupákon a világ összes bunyósait volt, illetve hát a legjobb bunyósai. Hát ugye akkor szocialista ország volt Magyarország, és az összes szocialista országnak a bunyósaját. Természetesen az Egyesült Államok bunyósain kívül a Szovjetunió és a kubai bunyósok, ugye itt láthattuk többször Theophile Stevenson, ez jó. És hát akkor volt a budapesti Honvéd, a körvívó csapat, a világ legjobb csapata. Most megint arra felé hajtanak majd, hogy igen. Ugye újra sikerüljön nekik, én nagyon szeretném. Hogy kerültél te oda, hogy szervezd ezt a gálát? Már hova? Hát, hogy a gálát te szervezted, az első gálát. Akkor? Igen. Hát igen. Én a budapesti Honvéd szakosztályába dolgoztam, akkor Bakonyi Tusi volt nem is tudom, akkor még talán nem volt ő a vezetőedző, még akkor az énekes Árpi volt, az énekes Árpi bácsi, és én lejártam, mint hobbi bunyós, és hát érdekelt a bunyó, meg hát nagyon jó szervező voltam, nem csak ezt szerveztem, én nagyon sok mindent szerveztem, szerveztem teniszgálákat, szerveztem kajakkenu gálát, tehát mindenfélét szerveztem abba az időbe. Ne, és akkor jöttek és mondták, hogy hát Péter, akkor itt van, ezt szervezzétek. És akkor elindítottuk a Hajrá Honvéd című lapot, meg a Hajrá MTK, Hajrá Csepel, Hajrá Fradi. Hát az ismeretségem onnan ered, Gyárfás Tamással együtt kezdtük akkor ezeket a dolgokat. Most már csak kimondottan ezek a küzdősportok maradtak. Hát most már elég régóta, mert aztán kimaradt egy hosszú idő, mert elmentem külföldre, tehát több országban éltem, és amikor visszajöttem, ez olyan 1992-ben volt, akkor megszerveztem elsők között az őrzővédő vállalkozásomat, abból többet is szerveztem, és akkor valahogy felmerült, illetve nem is valahogy, pontosabban a Növényi Norbi mondta nekem akkor, hogy jó lenne, hogyha csinálnánk valami olyan bunyót, amire sokan eljönnek, de az ne ökölvívás legyen. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor szervezzük meg, és akkor nekem volt a Maccabi SC, én voltam a Maccabi SC elnöke, és a Serez Zoltán, akit sajnos megöltek ott Kisoroszibba, azt hiszem, a Bentley-ével előttek, ő volt a Maccabi alelnöke, és hát a Zoli az nagyon jó utcai harcos volt, most így mondom, az utcai harcos, igen, mert ő nem indult soha versenyen, viszont soha senki nem tudta megverni az éjszakába, rendkívül kemény srác volt, és akkor onnan kipattant az ötlet, hogy akkor legyen utcai harc, mert hogy az milyen jó mutat, meg ha ezt később fejlesszük, akkor street fighter lehet, mert ugye az angol megfelelő és jó szöveg, és akkor valahogy mindenki amikor van egy jó ötlet, akkor mindenki ott van, de amikor ki kell vitelezni, akkor hát nem bíznak benne, és akkor valahogy elszélettek a környezetemből, de én kitartottam a közös ötletünk mellett, és akkor végül megcsináltam a Magyar Utcai Harcosok Szövetségét, annak is én voltam az elnöke, és akkor elkezdődtek a gálák, de akkor ilyen sorozatgálát csináltunk, minden megyében mindig telt ház volt, szóval ez egy őrületes történet volt, egyébként akit érdekel, az megnézheti az én weboldalamon, ez, gondolom ez nem probléma, ráüt tasnadipeter.com és megnézi. Ezeket a régi gálákat, nagyon-nagyon nagy meccsek voltak. Hát ugye olyan versenyzők voltak, mind a Kató Misi, aki sajnos azóta meghalt, veretlen versenyző volt, Kunkli Tivadar, Lechner Zsolt,
Sárközi Robi, és hát nagyon sok olyan világklasszis nevelkedett ezekből a gálákból, akik később taroltak és világbajnokok lettek. Szerintem mi megelőztük a korunkat, akkor még nem volt MMA, nem volt K1, nem volt semmi. Mm-hmm. Utcai harc volt, és az... Úgy hívtad, igen. Tessék? Igen, csak más néven. Más néven, igen. Na, de ez egy önálló szabályrendszerrel működött. Meddig ért ez az utcai harcos szövetség? Hát én ezt másfél évig csináltam, utána én kiköltöztem. Amerikába átadtam, és hát sajnos az a helyzet, hogy amikor valami nagyon jól megy, és az mindig valami egy személyhez kötődik. Mm-hmm. És hiába most mondom azt, például ez egy jó példa, hogy amikor fölveszek egy zakót, akkor azt mondja, hú, de jól áll a zakó, ugye? Hát én 190 centi vagyok, 110 kiló, viszonylag sportos alkat, tehát akkor jó, persze rajtam jól áll a zakó. Igen. De ha fölveszi egy 165 centis ugyanazt a zakó, akkor nem olyan jól áll a zakó. És ez ugyanilyen ez a gála is, hogy akkor is megirigyelték sokan, próbálták, mit tudom én, harcosok gálája, meg mit tudom én, éjszakai igen, harcosok, meg mindenféle, de hát az nem ment. Hát nem ez, ment. Ez volt a fő csapás. Legutolsó gáláddal mennyire vagy megelégedve, ugye az is a Spártai Gladiátor nevet viselte. Mennyire vagy azzal megelégedve? Hát nem vagyok megelégedve, megmondom miért. Azt mondják a Paplászló sportcsarnoknak a vezetői, hogy ilyen sokan nem voltak az elmúlt 20 évben küzdősportgálán. 4000 fizető néző volt, uh-huh. És ezzel meg lehetnék elégedve, mert ugye ugye nem én mondom, mások mondják, hogy komoly színvonal volt, nagyon sok volt a néző, hát engem nem elégített ki, mert ha úgy kérdezted volna, hogy 25 évvel ezelőtt hogy fejeztem be, én arra emlékeztem, és ez 10.200 fizető néző volt. És én azt hittem, és ez az én hibám, hogy az én nevemre és az én... Bocsáss meg, ezek szerint akkor nem nézel labdarúgást? Hát nem. Régen, mikor kimentél, 10, 7, 5, 8000 néző volt kint mindegyik meccsen. Ma a Fradi stadion most kivesszük, Újpesten is jó, a 2000-en vannak. De nem nézek labdarúgást. Tehát magyarul sehová nem mennek ki most már nagy tömegben az emberek. Hát jó, én azt hittem, hogy mégis, de mondom, tévedtem, sok mindenben tévedtem a gálával kapcsolatban. Először is nagyon hosszú volt a versenynek az időtartama, ugye ezt is elszámoltam, akkor nem kellett volna profilkörvívást odavinni, egyrészt unalmas is volt a bunyó, ugye a fiatal Berki boxolt egy külföldivel, egy olyan külföldivel, aki már évek óta nem boxolt, és hát szóval egészen vitatható volt a Berki Ferinek a győzelme, és nem kellett volna ilyen youtubereket odahívni, én azt hittem, tehát mondom, meg is vezettek, mert tényleg én nem vagyok tájékozott ilyen dolgokban, nekem azt mondták, hogy ezek a youtuberek, akik ott énekeltek, ezek 100 milliós nézettséggel rendelkeznek, és valóban így is van, hogy az egyik az 25 millió, a másik 15, és a többi, igen ám, csak én később tudtam meg, hogy ezeket a fiatal énekeseket ilyen 12 éves vagy 10 éves gyerekek, kislányok nézik, és naponta 70-szer, és ez így jön ki. Igen. Tehát igen, ebből igen. Mi nem profitáltunk. Igen. Tehát ezt is benéztem, és mondom, nagyon hosszú volt a verseny, tehát ezt most lerövidítettük. Na, akkor milyen lesz akkor? Először is nem három súlycsoport, lesz csak kettő, de marad a súlycsoport, a súlybeosztás ugyanúgy, mint a korábbi versenyen, 75 és 90 kiló között lesz az egyik súlycsoport, 90 kiló fölött lesz a másik súlycsoport, ez ugye 8-8 fős tournament, és ha ezt kiszámoljuk, ugye amíg eljut a döntőig, a győztesnek három nyert
mérkőzésének kell lenni, tehát ez összesen 14. Ha jól értem, akkor 8 versenyzőt fogsz meghívni erre a gálára. Nem, 16-ot. 16-ot. Hát mert 8-at az egyik súlycsoportban, a másikban szintén 8-at, az 7-7 meccs, az 14. És egy meccs meddig tart? Most lerövidítettük a meccset is, 10 perc, és ha 10 perc alatt nem dől el, akkor sajnos a bírók fognak dönteni. Véleményem szerint el fog dőlni. Mert tehát 10 percig folyamatosan megy, akkor nincs folyamatosan szünet. Folyamatosan nincs. El fog dőlni, mert lecseréltük a kesztyüket is. Most nem ökölvívó kesztyű lesz, hanem MMA kesztyű, az pedig brutális. Tehát akinek jó a kész technikája. Most például az ökölvívók biztos előnyben lennének, attól függetlenül, hogy nekik nem jó a lábtechnika, vagy például nem fekszik a földharc, de itt, ha eltalálja az egyik versenyző, a második biztos borul, és szerintem vége is van. Hát majd meglátjuk, a versenyzők jelentkezgetnek, tehát annyira még nem olyan sokan, bár a... Kiválasztás, el akartam is kérdezni, kiválasztás hogy működik? Hát, ők jelentkezhetnek, és mindenki elindul, aki jelentkezik? Nem. Van egy tím, aki eldönti, igen. Vagy akár te egy személyben, hogy nem. Ő alkalmas rá, ő meg nem. Én biztos, hogy nem döntök semmiben. Van egy szakmai stábunk, és azok, akik jól ismertek, és akik... főleg Bunyóban, ugye a Szántőcsi bácsi, a Csötönyi Sanyi, a Dőri Miki, akkor a Sárközi Robi, a Lechner Zsolt, a Kungli Tivadar, tehát a Peszlán Feri, bevonok mindig olyan embereket, akik jobban és értenek. És akkor ők megmondják, hát pontosan, hogy lehet, vagy... Azt kell tudni mindig, hogy mit nem tudunk mi. És akkor ha tudom azt, hogy én mit nem tudok, akkor már csak azt kell tudni, hogy ki az, aki tudja. És akkor azt nyilván fölkérem, és az. Tehát nem fejeztem be, tehát az 14 meccs lesz, és az előző gálának az első-második helyezettei visszavágott fognak játszani. De mivel ott 3 súlycsoport volt, ezért 6 ember fog föllépni, tehát az még plusz 3 meccs, tehát összesen 17 meccs. És akkor tartalékolunk egy 18-at, az egy meglepetés, azt most nem mondom el, mert vagy összejön, vagy nem jön össze. De magyarok? Magyar, igen, 2, igen, nehéz súlyú. Tehát majd meglátjuk. Jó, nem ennyit el után. Ja, igen. Tehát ezt már ki lehet sakkozni azoknak, akik értenek hozzá. Szóval ez a gála, most 500 ezer forint lesz a fődíj, az első helyzetek kapnak, tehát 2 csúcsoportban 500 ezer, és a második is kap 250 ezeret. Úgyhogy ennyit erről. És a visszavágósoknál ott is van pénz? Ott 200 ezeret kap, a győztes 100-at a vesztes. Nekünk is van Facebook oldalunk, már a spártai gladiátoroknak, meg ugye nekem is van, ott is azért van egy, nálam egy 100-150 ezres nézettség, és elmondom mindenhol, hogy senki nem kap VIP jegyet, mert nincs, meg kell venni, szerintem meg kell tisztelni a versenyzőket azzal, hogy fellépnek és harcolnak a mi szórakoztatásunkra. Nem drágák a jegyek, úgyhogy, és vannak VIP asztalok, hát az nyilván jóval drága, azt csak velem lehet intézni. De azért nem kiadtam én nagyon sok VIP jegyet, vagy legalább 200-at az előző gálára. Most nem rokkantott meg, de minek? Szóval aztán ezt felülvizsgáltam, hogy nem szabad, hát nem teszünk jót azzal, ez már nem a szocializmus, hogy hát ugye ez egy vállalkozás, ez saját magam teszem be a pénzt, és igen. Gyakorlatilag akkor adhatnék mindenkinek, mit tudom én, így 10 000 forintot, és akkor... Jó, ugye ebben tetszed bele a saját pénzedet, neked miért éri meg? Hát nem érte meg egyébként. Tehát, miért csinálod? Ennyire szívügyed? Ennyire szívügyem a küzdősport, igen. Mert hogy én is küzdősportot űztem, és én láttam, és végigkövettem 50 évig, hogy ez milyen göröngyös pálya, mennyit szenvednek ezek a srácok, és semmilyen megbecsülés nincs, és hát én arra gondoltam, persze nyilván nem vagyok Robert bácsi, tehát nem a vesztességből élek,
és most úgy néz ki, hogy ebből nem lesz vesztesség. De főleg azért sem, hogy a srácok szokják meg, hogy van egy rendszeres sorozat, ahol ők elindulhatnak, ahol hírnevet szerezhetnek, ahol megbecsülik őket, és pénzt is kapnak érte, és nyilvánvaló, hogyha majd később ugye kialakul, és minden jobban, tehát több ember van, vagy több a támogató. Értem, tehát ez majd hosszú távon lesz majd igazából. Így van, nagyobb pénzt kapjanak ők. Milyen sűrűn akarod akkor ezt a gálát? Egyébként négyszer. Akkor most lemegy, október 12-én? Hát most lemegy, október legközelebb márciusban lesz. Most a márciusban elég nagy munka lesz, mert ugye kettőt szeretnék csinálni, de ugyanakkor egyet Londonban, a másikat meg Budapesten. Londonban vannak multi cégek, akik jelezték, hogy a londoni versenyre ott támogatnak, tehát ott olyat kell csinálni, ami megszólal. Tehát ott tényleg világklasszisokat kell meghívni, és ott komoly pénzdíjat kell adni. De akkor majd oda tudsz figyelni a magyarra is, az hát angol mellett, mert ez az húzós lesz. A húzós lesz, de a magyar az, komolyan mondom, és nem akarom magamat futtatni, de hát azért 30 gála után már a kisujjamban van a történet. Tehát most is már ugye már legalább másfél hónapja mindenkivel le vagyok szerződve. Igen, tehát a sportcsarnokkal, a mentővel, orvossal, bírókkal, speaker, stb. Igen. Tehát sorolhatnám. A gálán csak küzdelem lesz, nem lesznek betétszámok, semmi ugye? Nem lesz. Tanultam az előzőekben. Lesz-e szünet, vagy hogy szünet tervezed? Lesz, persze. Lesz. És akkor így nagyjából hogy számoltad ki az egész 4-5 négy óra? 4-5 óra. Délután 4-kor kezdünk, este 9-kor vége. Na, vége. És ebből... akkor lehet jót vacsorázni? Hát azt csinálnak, amit akarnak, úgyhogy mi a vacsorát mi adjuk egyébként, mi meleg, kétféle meleg kajával, édességgel, gyümölcsel, kávé, üdítőt, stb. Várjuk a VIP vendégeket. Hát a közönség meg hazamehet. És főleg, bocsánat, még azt el szeretném mondani, hogy nagyon rossz volt az előző gálánál az, hogy éjjel fél kettőkor volt vége. Tehát azok, akik közlekednek, mondjuk tömegközlekedés, azoknak már el kellett venni 11 előtt. Egy. Ugye vasárnap volt a gála. Nem azért volt vasárnap, mert én ostoba vagyok, és nem tudtam, hogy szombatra kell tenni, hanem sajnos nem lehet kapni. Tehát már most se lehet a jövő évre kapni a Paplászló Sportcsarnokban szombati alkalmat. De most itt a Gerevics Sportcsarnokban, hál' Istennek, megszereztük a szombati lehetőséget. Ennek a befogadó képessége kevés. 1400? 1800, 1800. Fölturbozva. Elég, nem kell több. 1800 ember. Arra gondolok, hogy most biztos, hogy egy 3000-4000 ember be akar majd jönni, 1800 fér be. Így legalább el fog terjedni, hogy hú, de jó volt a buli, be se tudtunk férni. Most a rosszakarók miről beszéltek? Üres volt a sportcsarnok, lézengtek az emberek. Hát persze egy 10 000-es sportcsarnokban 4 000 ember az elveszik. Eltűnt, igen. Azt már tudjuk, akkor hosszú távon neked esetleg majd jó lehet ez a gála, ez a sorozat, ez a spártai gladiátor sorozat, de a versenyzőknek, akik teszem fel, mindegyiken elindulnak negyed évente, és megnyerik, innen van-e feljebb? Hát azért van feljebb, azért szervezem a külföldi helyszínt, mert ha sikerül Londonban megcsinálni, és ez sikeres lesz, akkor utána mehetek tovább Berlinbe, Prágába, Bukarest, tehát olyan helyekre szeretném vinni a spártai gladiátort. Magyarokat? Hát magyarokat... Én most a magyar sportolókra gondolom. Hát nyilván a legjobb. Most hát nekik ebben mi a történet? Hát az, hogy először is itt az első DR pénzt az kapnak, okay. Megpróbálok nekik ismerettséget szerezni, mert ha most megkérdezel valakit az utcán, hogy ki az a Kálucz Martin, aki a nehéz súlyban nyerte a spártai gladiátort, szerintem senki nem fogja. És tudnám megmondani. Te se tudnád megmondani. Tehát, de gyakorlatilag sajnos ott tartunk, hogy most már azt se tudom megmondani. Én, aki 50-55 éve vagyok az ökölvívás területén, vagy tehát mindenféle igen. pozícióban ott voltam, elnökségi tag voltam, szerveztem világbajnokságot, már nem tudnám megmondani. Például öt magyar ökölvívó, amatőr ökölvívónak a nevét.
Aki válogatott, aki. Hát aki sikeres lehetne nemzetközileg, nincs is. Már sajnos. Nincs. Már csak azért sem tudna, mert nincs. Ja, de ez baj. Igen. És azok a versenyzők, akik itt nőttek föl, az én versenyemen, uh-huh. akiket említettem, igen, már Legner Zsolt, Kunkli Tivadar, Sárközi Robi, és ezek mind világbajnokok lettek külföldön. Amerikában, Németországban, stb. Ezeket a versenyzőket a kutya se ismerte volna, ha ezeken a gálákon nem vettek volna részt, és ezt ők is elmondják. Külföldről jönnek esetleg majd ide? Nem, magyarokat akarok. De nem, megfigyelők a kisnek, hogy elvisz őket más gálára. Ja, valószínű, hogy igen. Tudsz-e ilyenről? Tudok, hát most beszéltem pont egy londoni menedzserrel, aki mondta, hogy ők 10 fővel jönnek. Uh-huh. Tehát tudok ilyenről, hogy őket érdekli, és ők... Mert ez is egy plusz motiváció azért a versenyző számára. Persze, hát ezek mondták a londoniak, hogy ők kifizetik, ők nem eszükbe se jutott, hogy ingyen kapjanak valamit, azt mondták, hogy sőt, ők még föl is ajánlották azt, hogy az első helyezetteknek majd ők ajánlanak föl külön csomagot, valamilyen ajándékcsomagot. Zárásként, mikor edzettél, mikor voltál utoljára ringben, mikor volt kesztyű a kezeden? Egy éve. Miért tetted le? Még fiatal vagy. Hát 70 éves vagyok. Edzek minden nap, csak most már a koromnak megfelelő edzéseket. Kardió, súlyzós edzés, de most a súlyzós edzés úgy képzeld, hogy 150 kilóval lemegyek, és mit tudom én, ha nyomok 50-60 kiló, kész, érted? Tehát, hát ízületekre vigyázni kell. Hát szórakozás, bocsánat, de viszont minden nap edzek. Uh-huh. Egy három napot de edzek, egy szoktál? Nap. Én már semmit. Se, te mi zsákolsz most már. Hát én már örülök a mendege. Hát nekem a legjobb barátom a Szántó öcsi, és mondtam neki, hogy te öcsi, mi lenne, ha fölkészülnék, és akkor csinálnánk egy ilyen szenyor bunyót. Nem vagy normális, azt mondta, megüt valaki téged ilyen korba, érted, a különböző problémáid lehetnek meg. Hát meg nem is vagyok gyors, meg itt a technikám se jó, szóval ez nem, hát én már azt se szeretem, amikor 40 éves rácok verekszenek. Ez amikor a férfi korban van az ember, tehát ebbe a igazi... Megyél 20-30? Hát 20 és 30 között, hát én szerintem az. Ahogy idősödünk, 40 fölött már biztos semmi esély. Ha nincs. Már így szóba került, hogy mit szeretsz, mit nem szeretsz, a női küzdelemről mi a véleményed? Hát nem szeretem. Mert ugye úgy tudom, nők nem lesznek most sem. Egyébként én voltam, amikor a magyar ökölvívó válogatottnak a női csapata először kiment, annak én voltam a csapat vezetője, Akropolis Kupa volt, emlékszem, 1996, azt hiszem. Tehát nőkkel mentem ki, de hát... Szóval én nem szeretem a női bunyót. Ugyanúgy az öcsi bácsi se szereti, hát gyakorlatilag senki. Tehát az, aki az én baráti körömben van, Csötönyi Sanyi, vagy a Dőri Miki, nem szeretik a női bunyót. Nem, hát a nő másra való. Szóval akkor október 12-ére készülsz. Zárásként mi az, ami most nagyon éget, amit mindenképpen meg kell csinálnod a gálával kapcsolatban, vagy úgy minden úgy klappol, hát igazából szerintem nincs már, szerintem már minden klappol, hát nyilván a szponzorok azok a lényegesek, tehát azok még nincsenek annyian, amennyi kellene, ennyi. Egyébként, hogy a nevekkel mikor jössz elő? Nem jövök elő a nevekkel. Azért nem jövök elő a nevekkel, mert ez kérdés volt az első gálánál is, és nem hallgattam a szakmai vezetőknek a tanácsára, pedig úgy általában szoktam hallgatni, és ők azt mondták, hogy ne említsem meg a neveket. És én mégis megemlítettem, ennek több hátulütője is van. Az egyik az, hogy mit tudom én, visszalépnek versenyzők, mert esetleg félnek valakitől, vagy például számomra teljesen érthetetlen okok miatt a TEC eltiltotta a TEC állományában lévő sportolókat, pedig három is volt, aki jelentkezett, úgyhogy meg kijöttek a nevek, tehát ők, igen, nekik vissza kellett lépni, sőt a TEC még azt is eltiltotta a tagjának, hogy nézőként elmenjenek. Tehát ez, én szerintem ez a diszkrimináció,
És a másik meg az, amit még fontos lenne elmondani, hogy senki ellen nem akarunk mi dolgozni. Tehát a Spártai Gladiátor nem azért alakult, hogy a K1-nek, vagy az MMA-nak, vagy bármelyik szervezetnek a rovására. Mi egyedül csak azért csináljuk, hogy a versenyzőknek legyen megfelelő megmérettetés, és hogy újra méltó helyre kerüljön a küzdősport. És épp ezért a különböző küzdő sportszövetségekkel is majd egyenként szeretnék beszélni, leülni, hogy kérjem a támogatásukat, nem anyagi támogatást, erkölcsi támogatást, meg fogom hívni őket, hát aztán vagy eljönnek, vagy nem. Sajnos időnk lejárt. Hát, köszönöm most tudnék szépen, még beszélni sokan. Hát kíváncsian várjuk akkor a folytatást. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. További sportosat.